Csak nem 130 ezer vakcinát adtak be egy nap alatt. A regisztrálta 90%-a már kapott oltást. 2 éve süllyedt el a hableány, 35 utasból 7-en menekültek meg, ítélet még mindig nincs. Újabb kitöréstől tartanak, ezrek menekülnek el a vulkán miatt, de százezrek szorulnak azonnali segítségre. Segérinvázió Ausztráliában, több millió rákcsáló teszi pokollá az életet Új-Dél-Walesben. És ez már a Híradó délben, Radnai Csaba vagyok, jó napot kívánok! Egy nap alatt mintegy 130 ezer adag vakcinát adtak be az országban. A hivatalos tájékoztató oldal szerint a regisztrálta 90%-a már kapott oltást. A mai adatok szerint 465 új fertőzöttet regisztráltak, és meghalt 27 többségében krónikus beteg. Az aktív fertőzöttek száma pedig 82 ezerre csökkent. Jelenleg mintegy 1000 covidos beteget ápolnak kórházban, közülük 114-en vannak lélegeztetőgépen. Folyamatosan oltanak szombaton Pécsen, az Akác utcai oltópontra a többség az első oltásáért jött. Itt csak nem az összes vakcina elérhető. 16 év felett minden korosztály megfordul az oltópontokon. Jellemzően azok veszik fel a vakcinát, akiknek eddig valamiért nem volt rá lehetőségük. Márciusban elkaptunk sajnos a Covidot. Tehát 10 napig voltam a megyei kórházban. És tehát nagyon sajnálom, tehát addig is nem tudtak beoltani. A szekszárdi Balassa János kórházba szombatra több mint 300-an regisztráltak. Nyilvánvalóan a járványnak a megfékezésében és a megszűnésében, a nyájóimmunitás kialakulásában csak akkor tudunk helyesen eljárni, ha az oltást felvesszük, a saját és az embertársaink egészsége miatt. Veszprémben is sokakat várnak a hétvégén az oltásra, a megye lakosságának 60%-át már beoltották. A Csalóki Ferenc kórházba legtöbben már a második vakcinájukért jöttek. Van egy pici gyerekünk a feleségemmel, ő még nem kaphat, tehát őt csak úgy tudjuk megvédeni, hogyha mi is védettek vagyunk. Testhőmérsékletmérés készfertőtlenítés nélkül senki nem léphet a debreceni Nagyerdei Kampusz oltópontjára. Rövid adategyeztetés után mindenkit abban a rendelőbe küldenek, ahol az általa kért vakcinával oltanak. Eddig több mint 200 ezer oltást adtak be a Debreceni Egyetem klinikai központjában. A családom és a szeretteim, ismerőseim miatt, és hát szeretnénk kimozdulni minél hamarabb. Az oltópontokon azt tapasztalják, hogy csökkent a regisztrálók száma. A szakemberek szerint így félő, hogy az indiai mutáns megjelenésével újra megerősödhet a járvány. Ha mindenki az oltásra bejelentkezik, és időben az oltás megtörténik, akkor van remény arra, hogy egy negyedik hullámot elkerülhetünk, és nem kell megint az egész egészségügyi ellátórendszernek egy jelentős részét átrendezni, átszervezni, és folytathatjuk a korábbi egészségügyi tevékenységünket. Eddig 5.120.190 kapták meg az első oltást, 3.539.868-an már a második injekciójukon is túl vannak. A regisztráltak száma 5.214.000 fő, 90%-uk már megkapta az oltást. Pénteken 465 új fertőzöttet regisztráltak, elhunyt 27, többségében idős, krónikus beteg. 1024 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 114-en vannak lélegeztetőgépen. És most külföldi járványkörképpel folytatjuk. Nagy-Britanniában az elmúlt napokban enyhén romlottak a járványügyi adatok, napi pár ezer új fertőzöttet regisztráltak. A megbetegedések csaknem háromnegyedét az indiai mutáns okozza, leginkább az ország északi, északnyugati felében, ezért a kormány ajánlásokat fogalmazott meg az itt élők számára. Londonból Kertész Róbert jelentkezett. Ezek közé tartozik például az, hogy az ezeken a területeken élők lehetőség szerint tartsanak 2 méter távolságot egymástól, lehetőség szerint inkább szabad téren találkozzanak, semmint zárt terekben, tehát belső terekben, és ha lehet, akkor minimalizálják az utazást ezekről a területekről kifelé, illetve kívülről ezekre a területekre. És az ajánlások közé tartozik az is, hogy az itt élők hetente 2 koronavírus tesztet végeztessenek el.
Továbbra is marad a kötelező maszkviselés, a távolságtartás és zárva maradnak a zenés szórakozóhelyek, még azokban az olasz tartományokban is, amelyek júniustól már az úgynevezett fehér zónába tartoznak, vagyis sok korlátozást feloldanak. Eközben lassan halad az oltás, ezért a jövő héttől feloldják a korosztály szerinti ütemezést. Rómából Sárközi Júliát kapcsoltuk. Több mint 33 millió olasz kapott eddig legalább első dózist, és több mint 11 millióan már a második adagvédőoltást is megkapták. Ez azt jelenti, hogy jelenleg a lakosság teljes átoltottsága most közelíti meg a 20%-ot, ami elég alacsonynak számít ahhoz képest, hogy Olaszország ugye kiemelte járványveszélyes ország volt, és hát megnyitotta a kapuit a nyári idegenforgalmi szezon megnyitásával. Szlovákiában nagy eltérések vannak az átoltottságban. Pozsony környékén például eléri a 40%-ot, más járásokban viszont a 16%-ot sem. A szakemberek szerint ez a különbség tovább nőhet, mert a keleti régiókban alacsony az oltási hajlandóság. Közben hamarosan megkezdődik az oltás a Sputnik V vakcinával. Első körben 100 000-en kapnak majd az oltóanyagból. A részletekkel Bartal Tímeát Komáromból kapcsoltuk. A kormány egyébként a sok húzavona után azért döntött így, mert egész egyszerűen van egy olyan réteg a közvéleménykutatások alapján Szlovákiában, akik csak is a Sputnik V vakcinával akarnak oltakozni, ezért is döntöttek úgy, hogy azt a 200 000-et, ami jelenleg már az országban van, azt az emberek rendelkezésére bocsátják. Világszerte küzdenek még mindig a koronavírussal, sok országban még csak nem is reménykedhetnek az enyhítéseken, sőt Japánban például újra meghosszabbították a korlátozó intézkedéseket. Maláziában pedig a járvány kitörése óta először vezetnek be teljes lezárást. Argentínában és Brazíliában tele vannak a kórházak, az oltás pedig a vakcina hiány miatt rendkívül lassan halad. A vészhelyzet újbóli meghosszabbításáról döntött a japán kormány pénteken. Itt Tokióban, illetve a Szigetország 8 másik prefektúrájában jövő hét kett helyett legkorábban június 20-án oldhatják majd fel a korlátozásokat. Együtt érzek mindenkivel a lezárás meghosszabbítása miatt, de a következő 3 hét kritikus a vírus visszaszorításában és az oltási kampány felgyorsításában. Megértést és együttműködést kérek mindenkitől, jelentette ki a japán miniszterelnök. Japán az oltások szempontjából is jelentősen le van maradva. Eddig a lakosság alig több mint 2%-a kapta meg az oltás mindkét dózisát. A későn indult oltási kampányban először csak a Pfizer vakcináját engedélyezték, és csupán 2 héttel ezelőtt kezdték el használni a Moderna és az AstraZeneca oltóanyagát is. Malajziában is pénteken jelentette be a kormánya a 2 hetes országos zárást. A május közepén megtartott muszlim Eid fesztivál óta ugyanis jelentősen megnőtt a fertőzések száma. Pénteken már több mint 8000 új esetet regisztráltak. Malajziában eddig csak enyhe korlátozó intézkedések voltak érvényben, a kormány ugyanis tartott a lezárás gazdasági következményeitől. Az oltással ott is le vannak maradva, eddig a lakosságnak kevesebb, mint 6%-a kapta meg az első dózist. Latin-Amerika országaiban sem javul a járványhelyzet. Argentinában múlt héten lépett életbe egy újabb országos szintű lezárás, miután az új esetek száma több napig meghaladta a 30 000-et. A járványhelyzetet súlyosbítja a nehéz gazdasági helyzet is, valamint az, hogy hiába van hely a kórházakban, nincs, aki ellássa a betegeket. Szabad ágyunk mindig lesz, de szabad kéz, szabad munkaerő az nem lesz, már most sincs, mondta egy helyi orvos. Brazíliában is igyekeznek felgyorsítani az oltási kampányt, de a vakcina hiány miatt ez nem könnyű feladat. Eddig a lakosság alig 1/5 kapta meg az első oltást. Egy hétre teljesen lezárták az ausztráliai Victoria államot. Meredeken nőtt ugyanis az új megbetegedések száma, méghozzá a koronavírus gyorsan terjedő indiai mutánsa miatt, ezért gyorsan kellett cselekedni. Az emberek csak a legfontosabb ügyek miatt hagyhatják el az otthonukat, és az iskolák is bezártak. Mindenhol kötelező maszkot viselni. Ismét elnéptelenedtek Melbourne utcái. Üres a pályaudvar, a boltok, az éttermek, az iskolák, és a villamosokon sem látni sok embert. Már ki tudja hanyatszor, az ausztráliai Victoria állam teljes lakossága ismét karantén alá került. A legszigorúbb korlátozás csütörtök éjfélkor lépett életbe, és 1 hétig tart majd. 7 millió embert érint az intézkedés. Az emberek csak 5 okból hagyhatják el otthonukat: munka, egészségügyi ellátás, bevásárlás, testmozgás vagy a koronavírus elleni oltás végett.
a maszk használata is kötelező mindenhol. A teljes zárlatot azután rendelte el Viktória állam ügyvezető miniszterelnöke, hogy az országban megjelent a koronavírus minden eddiginél veszélyesebb indiai mutánsa. Mindössze 24 óra alatt az esetek száma megkétszereződött, így ha nem vezetünk be drasztikus intézkedéseket, a helyzet ellenőrizhetetlenné válik, mondta James Merlino. Ezt a vírusvariánst úgy tudják, egy turista hurcolta be, aki egy negatív tesztet követően távozott a szállodai karanténból a dél-ausztráliai államban, de Melbourneben később pozitív lett a tesztje. A 30 már bizonyítottan fertőzött személy közül 26-ot az intenzív osztályon kezelnek. A kontaktkutatások eddig 150 helyen több mint 15 ezer olyan személyt azonosítottak, akiknek karanténba kell vonulniuk. Számuk várhatóan folyamatosan emelkedni fog, mert a kontaktszemélyek közül az utóbbi napokban többen jártak zsúfolt helyeken, mint például stadionban vagy bevásárlóközpontban. Viktória állam kormányfője azt mondta, a karantén segíthet megtörni a fertőzési láncot, de a valódi megoldást a vakcina jelenti. Igaz, az oltási program nagyon lassan halad. Tavaly Viktória államban szenvedték el a világ egyik legszigorúbb és leghosszabb ideig tartó zárlatát a koronavírus miatt. A fertőzés szövődményeibe több mint 800 ember halt bele, ami az egész Ausztráliában történt halálesetek 90%-át teszi ki. Az energiapolitika és a védelmi ipar az a két terület, amelyben szoros együttműködés alakulhat ki Magyarország és Nagy-Britannia között. Erről beszélt Orbán Viktor tegnap Londonban a nemzetközi sajtó előtt angol nyelven tartott tájékoztatóján. A magyar miniszterelnök készséggel állt az újságírók rendelkezésére. Szóba került a V4-ek együttműködése és a migráció is. Nagy csapatnak nevezte a visegrádi négyek együttműködését. A kötetlen hangulatban angol nyelven, tolmács nélkül megtartott négy szemközti megbeszélésen péntek délután Londonban Orbán Viktor magyar és Boris Johnson brit miniszterelnök. A Downing Street 10 alatti miniszterelnöki rezidencián folytatott megbeszélés célja volt megtalálni az együttműködés útját a Brexitet követő időszakban, elsősorban Magyarország és Nagy-Britannia között, de téma volt, hogy Közép-Európa, különösképpen a visegrádi négyek miként tudnak együttműködni az Egyesült Királysággal. A találkozó után magabiztos angol nyelvtudásával hosszasan válaszolt a sajtó kérdéseire a magyar kormányfő. Orbán Viktor úgy fogalmazott, két témában nagyon sikeres volt a kétoldalú egyeztetés. Az első az energia. A Britshell az egyetlen olyan cég, amely nem orosz, és amellyel hosszú távú gázszállítási szerződésünk van a következő 6 évre. Ez nagyon fontos számunkra az energiafüggetlenség szempontjából. A második pedig a védelmi ipar, ahol megpróbálunk közös kutatásokat és gyártást folytatni, emelte ki Orbán Viktor. A brit sajtó nagyszámban megjelent képviselői a miniszterelnököt kérdezték a magyar kormány migráció ellenes álláspontjáról is, amire Orbán Viktor azt felelte, migráció ellenesnek lenni annyit tesz, mint a jó oldalon állni. A pénteki londoni találkozó nagy feltűnést keltett az angol lapokban is, hiszen az Egyesült Királyság Unióból való hivatalos kilépése, azaz a Brexit óta, az ír miniszterelnök után Orbán Viktor volt a második uniós állami vezető, aki a Downing Streetre látogatott. London keresi az újfajta együttműködések lehetőségét, ez a találkozó is ezt jelzi. Erről már Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense beszélt az M1-en. Két nagyon karizmatikus vezető találkozott ugye ma délután, és hát egy teljesen új történelmi helyzet van, nem csak azért, mert az Egyesült Királyságnak újra kell értékelnie a külkapcsolatait a Brexit után, hiszen azok a multilaterális kapcsolatok, amik az Európai Unión belül léteztek, és ahol a mi két kormányfőnk akár hetente találkozhatott, ezek megszűntek, hanem azért is, mert az Egyesült Királyság keresi az utakat a nagyvilágban. Harmadrészt pedig azért, mert ugye egy Covid utáni időszakban, egy pandémia utáni időszakban nagy gazdasági teljesítmény növekedés várható ugye mindenhol, és ezeket a kapcsolatokat minél előbb el kell kezdeni rendezni, és el kell kezdeni átgondolni. A szakértő hozzátette, a brit gazdasági növekedés a sikeres oltási programnak és a korlátozások lazításának köszönhető, ez pedig egybevág a Magyarországon tapasztalt folyamatokkal. Hogy valóban az Európai Unió.
Egyelőre nem épül meg a Csepeli Gerinc út, amelyik javíthatta volna a kerület közlekedési helyzetét. A kormánypártok szerint háromszor is pályázott a főváros uniós pénzre, de harmadjára is elszerencsétlenkedte. A fideszes Németh Szilárd úgy fogalmazott, hogy Karácsony Gergely főpolgármester a Gerinc út meghosszabbítása helyett inkább mélylegelőket tart fenn. Járdára hajló gaz és több száz méter hosszú, gondozatlan zöld terület. Ez a látvány fogadja most a Csepeli Gerinc út első szakaszán közlekedőket. A beruházás első része Tarlós István vezetése idején készült el. A fejlesztés második uniós támogatásból épülő üteme a városrészt az M0-ás autópályával kötni össze. Ez azonban Karácsony Gergely megválasztása óta várat magára. A kormánypártok szerint a Csepel forgalmát tehermentesítő út folytatása helyett mélylegelőt kaptak a csepeliek. Mélylegelő kellős közepén vagyunk, vagy ha úgy tetszik, akkor a kis rovar hoteleknek a világában. Erre hívta fel a figyelmet pénteken a nagyobbik kormánypárt helyi választókerületi elnöke is. Németh Szilárd úgy fogalmazott, a kormány hiába biztosított támogatást a fővárosnak, Karácsony Gergely háromszor is elszerencsétlenkedte a fejlesztésre benyújtott uniós pályázatot. Brüsszel repülőtér? Igen, nagyjából ez a helyzet, remélem nem késem le a repülőmet. Pedig a főpolgármester megválasztása előtt még közvetlen brüsszeli forrásokat ígért Budapestnek. Nem lehet elég korán elkezdeni azt, hogy kiépítsük azokat a kapcsolatokat. Ennek érdekében a szocialisták bukott csúcsjelöltjével, Franz Timmermanszal is egyeztetett, és azzal kampányolt, hogy a városoknak például közlekedésre is jutó uniós pénzeket a bizottsági alelnök fogja felügyelni. Közlekedésre, klímavédelemre, lakhatásra szól tulajdonképpen ez a portfólió, ott lesznek a városoknak közvetlenül elérhető források. A kormányzati támogatás mellett ilyen, közvetlenül pályázható forrásból építeni a főváros a Csepeli Gerinc utat is. Csak hogy a dokumentumot rossz keretre nyújtották be, egymás után háromszor. Technika hiba történt. A baloldali városvezetés így hiába fellebbezett, az Unió mindannyiszor kénytelen volt visszadobni a hibás dokumentumot. Így működik, pontosabban jól láthatjuk, hogy nem működik a Karácsony Gergely féle Budapest. Karácsony Gergely úgy hozta össze a katasztrofális pályázati teljesítményt, hogy a fővárosnak a bukott párbeszédes EP képviselő Jávor Benedek személyében saját brüsszeli képviselete is van. Erről már az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára beszélt Csepelen. Lehetne pályázni, de valahogy mégsem jön össze. És a főpolgármester ahelyett, hogy elszégyelné magát, és mind a 40-valahány tanácsadójával együtt összeszedné magát, bejelentkezik az ország vezetésére. Ő jelenleg Gyurcsány Ferenc kedvenc miniszterelnök jelölt jelöltje. Nem ez az első eset, hogy Karácsony Gergelynek gondja akad a csepeli fejlesztésekkel. 2019-es főpolgármester jelölti kampányában a városrész helyét sem sikerült eltalálnia pontosan, és Csepel kapcsán Dél-Pest helyett Észak-Pestről beszélt. Én konkrétan az észak-pesti fejlesztésekről beszélek. Az egész csepeli fejlesztés, a Galvani híddal. Akkor Dél-Pest, nem Észak-Pest, ugye? Észak-Pestet mondod. Csepelről beszélek. Igen. Tehát a csepeli fejlesztések ott. Mostani tévesztésük kapcsán pénteken kerestük a fővárosi önkormányzatot is, arra kérve őket, magyarázzák meg, miért adtak be háromszor is hibás uniós pályázatot. A Karácsony Gergely vezette városházától azonban adásunkig nem kaptunk választ. Két évvel ezelőtt történt a hableány tragédiája a Dunán. A sétahajóval a Margit híd közelében ütközött össze a Viking Sigyn szállodahajó. A hableány másodpercek alatt elsüllyedt. A fedélzeten 35-en voltak, 33 dél-koreai turista és a két tagú magyar személyzet. 7 turistát sikerült kimenteni, 27 áldozat holtestét megtalálták, egy dél-koreai utasét nem. Ez volt az eddigi legsúlyosabb hajóbaleset Magyarországon. Az ügyészség szerint a tragédiáért a szállodahajó ukrán kapitánya a felelős. Az ügyben még tart a per. Egy Magyarországon működő nemzetközi embercsempész hálózat vezetőit fogták el Budapesten. Január óta több mint 20 alkalommal vittek illegális bevándorlókat Szeged környékéről a nyugati határhoz. A sofőröket már korábban elfogták, most pedig a bűnszervezetet irányító két szír férfit is. Videó is készült az akcióról. Figyelem, a készenléti rendőrség! Felszólítom, hogy fegyvertelenül, feltartott kézzel jöjjön ki!
Így fogták el a Nemzetközi Embercsempész Bűnszervezet egyik SZIR vezetőjét a rendőrök szerdán Budapesten. Bűnügyi felügyelet alatt lévő társa, ahogy a polisz.hu oldalra feltöltött videón is látszik, nyomkövetővel a bokáján nyitott ajtót az elfogására érkező nyomozóknak. A két férfi a gyanú szerint magyar és bolgár állampolgárokat bízott meg azzal, hogy illegális migránsokat szállítsanak a magyar-szerb határ térségéből Ausztriába. A Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai mindkét férfit előállításukat követően bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat a Bajai Járási Ügyészségnél. A nyomozás továbbra is folyamatban van, az elkövetői körhöz tartozó ügyek későbbi felderítése várható. A bűnszervezetnek dolgozó sofőrök már korábban lebuktak, ügyeikben 5 megye rendőrei nyomoznak. A gyanú szerint január óta több mint 20 alkalommal vittek illegális migránsokat az ország déli megyéiből az osztrák határhoz. Az embercsempész hálózatot irányító két SZIR férfi közül az egyik oltalmazottként, társa pedig ideiglenes engedéllyel tartózkodik Magyarországon. Bejelentett munkahelyük nincs, és nem először kerülnek összeütközésbe a törvénnyel. Az egyik őrizetbe vett gyanúsított Magyarországon büntetett előéletű speciális bűnismétlőnek minősül, ugyanis embercsempészés büntette miatt már elítélték, míg a másik gyanúsított pedig büntetőeljárás hatája alatt, méghozzá szintén embercsempészés miatt folyamatban lévő büntetőeljárás hatája alatt követte el a megalapozott gyanúban közölt bűncselekményt, ráadásul ezen eljárásban bűnügyi felügyelet hatája alatt is volt. A Bajai Járásbíróság péntek délután elrendelte mindkét gyanúsított letartóztatását. Ha elítélik őket, akár 20 évet is kaphatnak, mellékbüntetésként pedig várhatóan kiutasítják majd őket az országból. Újra kitörhet a kongói Nyiragongó vulkán. A mérések legalábbis újabb aktivitást mutatnak. A tűzhányó a múlt hétvégén tört ki, a környéket akkor elöntötte a forró láva, a földrengések pedig súlyos károkat okoztak. A térségből több százezer embert kellett kimenekíteni. Még az aszfalt is megremegett Goma városában, amikor a közelben lévő Nyiragongó vulkán forró lávával árasztotta el a környéket. A kitörés következtében kialakult földmozgások hatalmas károkat okoztak. Csütörtökön a hatóságok elrendelték a város teljes kiürítését, mivel a tűzhányó belsejében ismét aktivitást észleltek a szakemberek. Az emberek csónakokba pakolták a legszükségesebb tárgyaikat. Bukavó felé indulok. Azt mondták, a vulkán továbbra is veszélyt jelent, bármikor újra kitörhet. Szeretnék most eljutni a családomhoz Bukavóba. Egyelőre nem történt semmi, de félek, bármikor jöhet egy újabb kitörés, mondta az egyik helybéli. Akiknek nem volt pénzük a csónakra, azok gyalog vágtak neki az útnak. Aggódunk, mert kiszámíthatatlanok az események. Sokan nem is maguk miatt menekülnek, hanem mert a kormány mondta, hogy menni kell, mondta ez a gomai férfi. Sokan az idéglenes szálláshelyekre mentek. Az önkéntesek mindent megtesznek, de csak nehezen tudják biztosítani a megfelelő körülményeket. A gyerekek és mi is a földön alszunk, takarózni sincs mivel. Alig maradt valamink, panaszolta egy asszony. A világ egyik legaktívabb tűzhányója, a Nyiragongó, múlt szombaton tört ki. A természeti katasztrófában 32-en meghaltak, több mint 40 embert pedig eltűntként tartanak nyilván. Az ENSZ szerint százezrek szorulnak segítségre. Csak sejtéseink vannak, mennyi embert érint a mostani kongói helyzet. Több mint 400 ezer embert kellett evakuálni, közölte az ENSZ humanitárius irodájának szóvivője. A tűzhányó legutóbb 2002-ben tört ki, akkor 250-en haltak meg. Több millió egér lepte el a magtárakat az ausztráliai Új-Dél-Wales államban. A rágcsálók nem csak a termést pusztítják, hanem a járművekben, épületekben, sőt még az emberekben is kárt tesznek. A helyi agrárminisztérium a gazdákkal közösen írtási kampányba kezdett, általában vízbefolytással vagy mérgezéssel végeznek a kártevőkkel. Döbbenetes képek járták be a világot az elmúlt napokban. Ausztrália egyes részeit gyakorlatilag megszállták az egerek. Amint felthajtják a gabonát, takaró ponyvát, százszámra szaladnak az egerek egy ausztrál gazdaságban. Új-Dél-Wales államban az elmúlt évtizedek legnagyobb rágcsáló inváziójával küzdenek a gazdák. Kártevők milliói lepték el a magtárakat, a földeken lévő hajtások gyökereit és a szalmabálákat is megrágják.
Itt korábban 4-5 méter magas tömbökben álltak a bálák, aztán beköltöztek az egerek, és apró darabokra szedték az egészet. A rágcsálók vizelete átítatja a szalmát, így már nem használhatjuk a juhoknál, mert a vemhes állatoknál vetélést okoz, magyarázta egy gazda. Az egerek nem csak a terményeket pusztítják, hanem a járművek és a házak elektromos berendezéseit is megrágják. Emellett a kórházakat is egyre többen keresik fel egérharapások miatt. Sokan mondják, hogy gyakorlatilag lakhatatlanná vált a házuk az egérhordák miatt, nem is beszélve arról a bűzről, ami az élő és a döglött egerekből árad. A gazdák egy része méreggel próbálja megfékezni az inváziót, amit Új Dél-Wales vezetése is támogat. A kártevő írtásra 50 millió ausztrál dollárt, vagyis 11 milliárd forintnak megfelelő összeget különítettek el. Nem csak ingyen csalikat és más eszközöket biztosítunk a gazdáknak, átvállalva a kártevő írtás költségeit, hanem kezdeményeztük a szövetségi kormánynál egy újfajta méregvészhelyzeti engedélyezését, amely 4-szer erősebb az eddig használt vegyszereknél. Ez a termék jelenleg illegális Ausztráliában, azonban most erre van szükségünk, nyilatkozta Új Dél-Wales állam mezőgazdasági minisztere. A PETA állatvédő szervezet azonban tiltakozik az egerek mérgezése ellen, mert ezzel hosszú szenvedésnek teszik ki a rágcsálókat. Emellett arra is figyelmeztettek, hogy a mérgek más állatokkal is végezhetnek. Ingyenes gálát adott a Budapesti Operett Színház az egészségügyi, a rendvédelmi és a honvédelmi dolgozóknak, hogy így köszönjék meg a járvány alatt végzett munkájukat. Hosszú idő után ez az első este, hogy nézőket engedtek be az intézménybe. A gálát ma este megismétlik. Több mint 6 hónap után ismét megtelt élettel a Budapesti Operett Színház. A színpadon világhírű operettslágerek és a legkedveltebb musical betétdalok csendültek fel. Az énekkar és a táncművészek mellett több mint 60 szólista szórakoztatta a honvédelmi, rendvédelmi és egészségügyi dolgozókat. Azokat, akik az elsősorban harcoltak a vírus ellen. Valahol egyébként az orvoslás is egy művészet, és roppantul hiányzott az inspiráció, amit a művészetekből nyerünk, a színházból, az operettből, az operából. A hangversenyről és azokon az eseményeken, amik most nagyon hiányoztak, szárazabbak, szikárabbak voltunk. Most mi is kapunk rengeteget, nagyon köszönjük, és ez is az egymásra utaltságunknak valahol a jele, és most ez egy közös öröm lehet. Az előadás a Hálagála embertől emberig elnevezést kapta, amelyre a társulat tagjai önkéntesen jelentkezhettek. A szervezők szerint aki csak tehette, részt vett a produkcióban. Azt szeretnénk, ha a szeretet, amit érzünk a szolgálati teljesítők iránt, ugyanúgy embertől emberig hatna, mint a gondoskodásuk, a törődésük a mi irányunkba. A színház igazgatója elmondta, most a művészeken van a sor, hogy meghálálják a szolgálatot. Művészeink alig várják, hogy valamit visszaadhassanak abból, amit kaptak, jelesül azt, hogy megmaradhattunk, és épésszel maradhattunk meg. Ezt szolgáltuk mi is, az elmúlt időszakban is, ugyanis a művészet az valahol az emberek mentál higiénéért felelős. A nagy érdeklődés miatt az Operett Színház úgy döntött, hogy nem csak egy, hanem két hálagálát rendeznek. Ezért az előadást a járványügyi szabályok maximális betartása mellett szombat este teljes egészében megismétlik. Életének 80. évében elhunyt Jankovics Marcell, Kossuth és Balázs Béla díjas alkotó, a Nemzet Művésze, a Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli elnöke. Jankovics Marcell vizuális művész, közéleti ember, népmesekutató, akinek szerteágazó életműve meghatározó része marad a magyar kultúrának, áll az MMA közleményében. 2019-ben Jankovics Marcell kapta a közmédia életműdíját. Mádl Ferencre emlékeztek a néhai köztársasági elnök halálának 10. évfordulója alkalmából a Fiumei úti sírkertben. Áder János úgy fogalmazott, hogy Mádl Ferenc alkalmas és alkalmatlan időben is az maradt, aki volt, művelt polgár, megbecsült tanár és szilárd jellem. Akkor is, amikor a jog nem a közösséget védelmezte, hanem egy igazságtalan rendszert, és akkor is, amikor újra kellett teremteni a jogbiztonságot. Mádl Ferenc tudta, mi a fontos. Mi a lényeges? Hol a hangsúly?
minek kell a középpontba kerülnie. Az ő válasza, legelőször is talpig embernek lenni. Egyenesnek, hitelesnek. Csak így lesz valakiből jó diák, jó tanár, jó jogász. Hiteles tudós, hiteles miniszter, vagy éppen jó és hiteles köztársasági elnök.